Egy repülőtéren általában három dolog van, ami egy kicsit misztikus a külső szemlélő számára. Az egyik az irányító torony, a másik a csomagosztályzó rendszer, a harmadik pedig a futópálya. Ebből a három misztikus dologból most a futópályákat fogjuk nektek bemutatni, melyből itt Budapesten a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kettő van. Az egyik 3009 méter hosszú, a másik pedig 3707 méteres. Sokkal többről van szó, mint egyszerű betoncsíkokról a pályák esetében. A hely, ahol még a beton is világít, a felület, amelynek több száz tonnás gépek földetérését kell kibírnia. De mi van a beton alatt? Milyen gyakran kell felújítani egy forgalmas repülőtér futópályáit? Hogyan kell az odaégett gumit eltávolítani a felületről? Minden egyes leszállásnál azt szoktuk mondani, hogy egy átlagos keskeny törzsű repülőgép olyan 1,5-2 kiló gumit hagy itt nálunk. És miről árulkodnak a pályák különleges jelzései? Folyamatosan kettes pályára is engedélyjel utíz. A Ferihegyi kettes pálya ellenőrzésére indul a DAM, vagyis az ügyeletes repülésüzemvezető. A forgalmas reptereken naponta többször kell ezt végrehajtani. Ilyenkor ellenőrzik a pálya állapotát, és azt is, hogy nem került-e idegen test az érkező és induló gépek útjába. Akárcsak a pilótáknak, a felgurulás előtt neki is engedélyt kell kérnie az irányító toronytól. A 3707 méteres kettes pálya gondolata a 70-es években merült fel. Nem azért, mert a forgalom indokolta volna, hanem azért, mert akkoriban Ferihegy volt az ország egyetlen nyilvános közforgalmú repülőtere. Ha pedig valamiért le kellett zárni az addigi egyetlen pályát, ez azt jelentette, hogy átmenetileg megszűnt az országban a légi közlekedés. A kettes pálya 1983-ban készült el. De vajon mi van a beton alatt? A futópályára roppant nehéz, több száz tonnás repülőgépek is üzemszerűen közlekednek, és hát ugye a árából adódóan, vagy a forgalom nagyságából adódóan egy futópályát 30-40 vagy akár 50 évre is építenek. Tehát mindenképpen a tervezéskor és a kivitelezéskor egy hosszú távú és folyamatos terhelésre kell fölkészíteni a futópályát. Nálunk általában olyan 30-40 cm-es a felső betonréteg, és ez alatt helyezkedik el egy ennél jóval szélesebb úgynevezett CKT réteg, vagy a szakmában soványbetonnak nevezett réteg, ami lehetővé teszi azt, hogy ez a felső betonréteg valamelyest mozogja, rugalmas legyen, illetve megkösse ez az alsó réteg a átszivárgó vizet, hogy a betont ne tegye tönkre. A ferihegyi pályák 45 méter szélesek, mindkét oldalukon 7,5 méter széles patkával, ami már nem teherviselő rész. Ez azt jelenti, hogy ha egy repülőgép le vagy felgurulásnál rossz szíven fordul, és a futóműve a teherviselő burkolaton kívülre kerül, beszakadhat alatta a beton, a gép pedig gyakorlatilag csapdába eshet. Mindent el is követünk annak érdekében, hogy a pilóták nagyon pontosan képben legyenek, és tudják, hogy melyek az adott gurulóutak, futópályák teherviselő részei, és melyek azok, amelyek nem, hiszen bizonyos esetekben akár órákra vagy napokra leállhat az adott futópálya forgalma, ha éppen mondjuk rossz helyen csúszik le vagy fut le a repülőgép a terviselő felületről. Európában számos olyan repülőtér üzemel, amelyik nem 45, hanem mindössze 30 méter széles pályával rendelkezik. Budapesti bázisú pilóták rendszeresen visznek járatokat ezekre a helyekre. Több görög sziget repülőtere is ezek közé tartozik. Nekünk annak idén 60 méter széles futópályánk volt, aztán a szélen lévő felület állapotához igazítottan döntöttünk úgy, hogy 45 méteres futópályával működünk tovább, de hát igen, vannak 30 méteres futópályák is, ami azért abból a szempontból érdekes, hogy egy sima, egyszerű guruló út is legalább 23 méter széles, tehát egy 30 méteres pálya már nem sokkal szélesebb, mint egy standard guruló út itt nálunk.
Az egyes pálya nagy felújítása 2 évvel ezelőtt történt meg. Ehhez hasonló léptékű beavatkozás 30 évvel ezelőtt zajlott a betoncsíkon. A több hónapos munka során Ferihegy történelmének egy része is előkerült a mélyből, akár csak egy régészeti feltáráson. Nekünk is meglepetés volt, hogy az egyes pályánkat, a 13 jobb 31 bal futópályát valamikor még a 80-as évek vége felé újítottuk föl, és akkor azt a technológiát követte a kivitelező, hogy a régi pályaszerkezetet ilyen betongolyóval összetörte, és ott hagyta a futópálya alatt, és erre került rá a CKT réteg, illetve erre került rá az új betonburkolat. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt, amikor felújítottuk az egyes pálya egyes betontábláit, akkor meglepődve tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen egy másik futópálya van a meglévő pályánk alatt, burkolatjelekkel, festésekkel, sőt még guminyomokat is találtunk a régi pályaszerkezetben. A történelmet találtuk ott meg a meglévő pálya alatt. A pályákat természetesen nem 30 évente kell karbantartani, hanem folyamatosan. Az egyes pálya idei felújítása már megtörtént, ráadásul ez a munka a korábban tervezett 2 ütem helyett egy lépésben zajlott le, mivel a járványhelyzet miatt minimálisra csökkent a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma. Nagyon pontos szabályok írják le, hogy milyen módon kell a futópálya állapotát, és itt nem csak a burkolatra gondolok, hanem a fénytechnikára, felfestésekre, műszeres leszállító rendszerre ellenőrizni. A repülőtér forgalmi szakágazat végzi a napi, illetve a félnapos ellenőrzéseket. Kollégáim akár 4-szer, 5-szer, 6-szor is kimennek a futópályára egy nap, hogy fölmérjék a burkolatjelet állapotát, a beton minőségét, esetleges, ha szemetet találunk a pályán, azt összeszedjék. Emellett vannak úgynevezett heti ellenőrzéseink is, ezt még mindig a forgalmi szakterület végzi. Azonban a műszaki kollégák is meghatározott időintervallumban, hetente, havonta, negyedévente, évente meghatározott szintű ellenőrzéseket végeznek, és ezen ellenőrzések eredményeképpen határozzuk meg, hogy a következő évben, években milyen jellegű felújítási munkálatok válnak szükségessé egy futópályán. Napi 150-200 leszállás mellett néhány hónap alatt feketévé válik a beton a pályák földetérési zónáiban. Sok mindentől függ, hogy egy repülőgép kerekeiről a leszállás pillanatában mennyi gumi kenődik föl a pályákra. Minden egyes leszállásnál azt szoktuk mondani, hogy egy átlagos keskeny törzsű repülőgép olyan 1,5-2 kg gumit hagy itt nálunk, de egy nagy teherszállító repülőgép vagy egy széles törzsű utasszállító ennek a többszörösét is itt hagyhatja. És ez ugye nem csak optikailag jelent problémát, hogy például a fekete gumi eltakarja a középvonaljelzéseket, hanem sok esetben, főleg esőben vagy téli üzemben csúszósá teszi a futópályának pont azt a legkritikusabb részét, ahol a repülőgépek földet érnek. Ezért egy speciális járművel, egy úgynevezett fékhatásmérő autóval, mint télen, nyáron pedig havonta végigmegyünk ezeken a szakaszokon, és nagyon pontosan megmérjük, hogy éppen aktuálisan milyen az adott szakasznak a fékhatásértéke, és ez egy meghatározott célérték alá süllyed, akkor ide hívjuk a szerződött vállalkozónkat, aki egy nagynyomású, vizes nagynyomású szerkezet segítségével több tonna gumit távolít el minden egyes alkalommal a futópályáról. Általában a mi forgalmi környezetünkben és a futópálya felhasználási rendszerünk alapján évente egyszer mind a 4 küszöböt meg kell takarítani, és a 2 legforgalmasabb küszöböt, a 31 jobbot, illetve a 13 jobb küszöböt sok esetben akár 2-szer is. A letakarított gumi veszélyes hulladéknak minősül, ezért szigorú szabályok vonatkoznak ennek kezelésére és elszállítására is, amely kizárólag zárt konténerben történhet. Tudod, akkor a Yellow 10-től 2-es futópálya szabad, csak kérnék egy engedélyt Bravo tűzoltóbázisra. Nyugtázom, a tűzoltóbázisra engedély. Tűzoltóbázisra engedély.
A ferihegyi pályák úgynevezett bajonett rendszerben épültek, noha párhuzamosak, egymáshoz képest eltolták őket, közéjük épült meg a kettes terminál. Ez forgalmi szempontból azért praktikus, mert bármelyik pályairánynál két pályás üzemben a gépeknek viszonylag keveset kell gurulniuk a leszállást követően a forgalmi előtérre, illetve induláskor az állóhelytől a pálya várópontjáig. Mivel a két pálya közötti tengelytávolság meghaladja a 1,5 kilométert, így egymástól függetlenül is tudnak működni. A bevett gyakorlat szerint az egyik pálya leszálló gépeket fogadja, míg a másikon a felszállások történnek. Az, hogy adott pillanatban melyik a le és melyik a felszálló pálya, a széliránytól függ. Külön érdekesség, hogy az egyes pálya közepe a terepviszonyok miatt egy kisebb mélyedésben található, a kettes pálya pedig erőteljesen lejt vecsés felé. Az AIP-ben is meg van határozva, hogy az egyes küszöbök milyen tengerszint feletti magasságon helyezkednek el, és való igaz, a kettes pálya esetében ez a különbség közel egy 10 emeletes ház magasságával ér föl. Szerencsénkre ezt 4 kilométeren osztottuk el, úgyhogy azért túlságosan nagy problémát nem okoz. Az való igaz, hogy a szabályalkotók nagyon pontosan meghatározták, hogy a futópályáknak milyen lejtési viszonyaik lehetnek, mind a hosszirányú, mind a keresztirányú lejtésekre vonatkoztatva. Ennek ugye az a lényege, hogy egyrészt ne legyen túlságosan nagy a lejtése, hiszen az vizes, jeges körülmények között csúszósá válhat, de legyen valamilyen fajta lejtése, hogy az esetleges komoly esővíz valamilyen irányban el tudja hagyni a futópályát, és ne okozzon esetleg aquaplaning jelenséget. De nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy milyen jelzésekkel és felfestésekkel kell rendelkeznie egy pályának. Ezeket nemzetközi előírások egyértelműen szabályozzák, hogy a világ minden részén ugyanazt az információt hordozzák a pilóták számára az egyes burkolati jelek. De pontosan meghatározták azt is, hogy milyen színeket lehet használni, milyen vastagnak kell lennie a festékrétegnek, és mekkorának kell lenniük az adott jeleknek. Az első része ez a zongora billentyűnek nevezett, úgynevezett küszöb jelölés. Ez jelzi azt a felületet, ami után már a légijármű vezető földre teheti a repülőgépét, illetve leszállhat a repülőgépével. Való igaz, ez egy nagyon pontosan meghatározott jelkombináció, nem csak azt jelzi a pilóta számára, hogy igen, itt van a küszöb, hanem a jelek számából pontosan meg tudja határozni a pilóta, hogy ő most egy 45 méteres futópályával áll szemben, vagy 60 méteres futópályára száll le, vagy milyen vastag éppen a futópálya. Természetesen nem számolja végig a jeleket, hanem a jelek sűrűségéből, illetve elosztásából jól látja, hogy milyen pályára kell leszállnia. A küszöb után egy szám és általában egy betű következik. Ez a pálya nevére, azonosítójára utal. Ferihegyen a pályák hivatalos neve egyébként nem 1-es és 2-es, hanem 13 jobb 31 bal, illetve 13 bal és 31 jobb. Ez megegyezik a mágneses északhoz viszonyított helyzetével, tehát nálunk azért 13-as vagy 31-es a futópálya azonosító, mert ugye vagy 310 fokon, vagy 130 fokhoz közeli értéken helyezkedik el maga a pálya. Ezt egészíti ki itt nálunk egy L, illetve R betű. Ugye párhuzamos futópályák esetén nem lenne elegendő, hiszen akkor két 13-as vagy két 31-es pályánk lenne, mint ahogy van is. Ezt kell valamilyen úton, módon megkülönböztetni, és ezt a légijármű vezető, vagy az érkező légijármű vezető szemszögéből nézve a bal kéz felé esőt L, vagyis left pályának, a jobb kéz felé esőt pedig right jobb pályának nevezzük el. Az azonosító után a középvonaltól jobbra és balra további jelzések láthatók, melyek a földetérési zónát jelölik ki. Ez az a szakasz, ahol a gép futóművének érintenie kell a betont. Ha például viharos, változó irányú szélben ez nem sikerül, és a repülőgép átlebeg a földetérési zóna felett, a pilótáknak át kell startolniuk. Ez az a zóna, ahova a légijárművezetőnek terveznie kell a leszállást, hiszen ha ezen túlrepül, akkor lehet, hogy már nem marad elegendő helye, ideje arra, hogy lefékezze a repülőgépet, ezért nagyon fontos, hogy ebbe a 900 méteres zónába érjen földet a légijármű, ezt jelzik ezek a földetérési zóna jelzések. Ahogy említetted, vannak ugye 3-os, 2-es, 1-es jelzések, ugye ezek egyfajta távolságinformációt adnak, itt mi ilyet nem alkalmazunk, nálunk egységes jeleket használunk a teljes 900 méteren. És minél rövidebb a pálya, annál kevesebb hely van a földetérésre, tehát van, ahol mondják, hogy illik az első betonkockára letenni a repülőgépet.
Igen, függetlenül a felfestésektől, ezt a pilóták nagyon profi módon tudják. Egyébként nagyon érdekes megnézni, hogy tényleg méter pontosan ott hajtják végre a földetérést, hogy ott érnek először betont a kerekek, ahol ezt a repülőtér üzemeltetője meghatározta a pilóták számára. Különösen látványosak a pályák sötétedés után. A Liszt-Ferenc repülőtéren mintegy 5500 különféle színű fényforrás és lámpatest segíti a biztonságos le- és felszállást, valamint a gurulást. Úgy tartják egy igazi nagy nemzetközi repülőtéren még a beton is világít. Pályán van a legtöbb világító elem, ugye nem csak a szegélyt, a középvonalat, a küszöböt, illetve a futópálya végét jelenítjük meg, hanem az éjszakai órákban a földetérési zónát is kivilágítjuk, ezt a teljes 900 méteres szakaszt. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a futópályákon van a repülőtéren elhelyezett fénytechnikai rendszernek a 70-80%-a. És ezeket is külön karban tartani kell? Abszolút, nagyon pontosan meghatározott terv alapján mennek ki a kollégák, sőt, ma már vannak olyan mérőműszerek, amik minden egyes lámpatestnél megmérik a fényerősséget, a sugárzási szöget, hogy a légijárművezetők mindig egységes színű, egységes irányú és megfelelő fényerősségű lámpával találkozzanak. Milyen lámpák ezek, amik oda a betonba be vannak süllyesztve a középvonalon és a földetérési zónában? Mert az egy dolog, hogy a beton bírja a 300 tonnás dzsambó földetérését, de azért ott a lámpa praktikus, hogyha a következő gépnek is ad még fényt. Hát bizony, ezek jó minőségű időtálló lámpatestek, ez az árukban is megjelenik, ez nem egy egyszerű bármilyen boltban kapható lámpatestről van szó. A kialakításuk mindenképpen olyan, hogy földbe süllyesztett módon is megfelelő szögben képesek megfelelő színnel világítani, és hát éppen ez a csodálatos bennük, hogy a 30-40 éven át esetleg átguruló 747-es vagy 777-es repülőgépek terhelését is képesek bírni, de ehhez természetesen folyamatos karbantartás, időnként a prizmák cseréje, a csavarok meghúzása, anyáknak az ellenőrzése szükséges. Lassan 40 éve, hogy megépült a kettes pálya, amely minden ma létező típust képes indítani és fogadni. Járt már itt a világ legnagyobb repülőgépe, az Antonov An-225-ös, és két alkalommal a világ jelenlegi legnagyobb utasszállítója, az Airbus A380-as is megfordult Ferihegyen. De vajon milyen kapacitásokkal rendelkezik a két párhuzamos betoncsík? Ha csak magát a darabszámot nézzük, akkor tulajdonképpen, hát ha nem is végtelen kapacitással bír, de vannak olyan repülőterek, ahol 30-40-50 millió utast is gond nélkül lekezelnek két futópályával. Természetesen a futópálya önmagában még nem elég. Nagyon fontos a hozzá kapcsolódó gurulóút hálózat. Hány olyan gyors legurulóút, futópálya kiszolgáló végurulóút van, amit a légiforgalmi irányítása sorrendek megváltoztatására, vagy a futópálya minél előbbi elhagyására föl tud használni. Jelen pillanatban is a meglévő infrastruktúrával is még komoly tartalékaink vannak. Jó pár évig ez a futópályarendszer és ez a gurulóút hálózat képes lesz kiszolgálni a forgalmat. Május 7-én a repülőtér 70. születésnapján egy különleges ünnepi installáció is díszítette átmenetileg a lezárt egyes pályát. A Budapest Airport, a légirendészeti szolgálat, a repülőtéri hivatásos tűzoltóparancsnokság, az Aeropark, a Malév Ground Handling és a BKV 33 járművéből alakítottuk ki a 131 méter hosszú és 26 méter széles BUD 70 feliratot. Egy rendőrségi helikopter mellett a többi között az ország legnagyobb tűzoltóautói, utasbeszállító buszok, podgyászkocsik, hómarók és a reptérlátogatást bonyolító, az Aeropark és a BKV flottájába tartozó Ikarusok szerepeltek a formációban. Take off wind 320 degrees at 9 knots.